A TOP Plusz pályázatok keretén belül olyan nagy beruházások szerepelnek megyeszerte, mint az iparterületfejlesztés, különböző intézmények energetikai fejlesztései, sőt templomfelújítások is, jelesül a mátészalkai római katolikus templom felújítása. A mátészalkai új beruházásokról tartott sajtótájékoztatón a megyei közgyűlés elnöke azt mondta, az eddigieken túl még további pozitív döntések is várhatók. A TOP Plusz forráskerete, megyei forráskerete nagyjából hasonló az előző 7 éves TOP-os forráskerethez, 150 milliárd. Ebből nagyjából 50 milliárd forint, ami a nyíregyházi fejlesztéseket segíti, 100 milliárd pedig a megyei fejlesztéseket. Ugye ezek önkormányzati, egyházi, intézményi fejlesztések, ők a TOP fejlesztési programoknak az alanyai, kedvezményezettjei. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője elmondta, a városközpont tervezése és a közösségi terek formálása kiemelten fontos lesz a jövőben. 106 millió forint annak a fejlesztése, amely a közösségi szintér fejlesztéséről szól. Többit mondja a polgármester, nem akarom leülni a poénjait. Tehát arról szól, hogy képviselőként nekem úgy gondolom, hogy a választókerület központjául szolgáló városnak a fejlesztésénél ott álljak, támaszra legyek annak az elképzelésnek, amit annak idején 2014-ben polgármester úr egy tandemhez hasonlóan felültünk, és közösen tekerjük Mátészalka problémáját, másodjának a probléma megoldását. Azt gondolom, hogy nincs mit szégyenkeznünk sem nekem, sem polgármester úrnak. A város polgármestere azt mondta, a mátészalkaiaknak az a legjobb hír, hogy 4-ből 4 projektet nyert el a város, a támogatási szerződések megkötése pedig már folyamatban van. Ez a 4 projekt a következő. Zöld Mátészalka projekt, ez 1,3 milliárd forintot takar, és a városban több akcióterületet újítunk meg, zöldítünk tovább, ilyen például a gólyakerti tó és környéke, amit ugye nagyon megszerettek a mátészalkaiak az elmúlt időszakban. Itt egy valódi rekreációs szép környezetet hozunk, de a legfontosabb és a legjobb hír Mátészalka legkisebbjeinek, hogy egy hatalmas, gyönyörű játszóteret építünk itt. Ezentúl a Hildi János parkban is fejlesztéseket tervezünk, az északi lakótelepen is játszótér, illetve zöld felület rekonstrukció, és nem utolsó sorban a Kávin János református iskola mellett ott a környezetet rendezni akarjuk forgalom szempontjából, aki arra jár, tudja, hogy nagyon fontos lenne ott egy biztonságosabb körforgalom kialakítása. Ez most ott a Nagykárolyi út kereszteződésében és az iskola közkereszteződésében meg is valósul ennek a projektnek köszönhetően. A polgármester hozzátette, régóta tervezik az Ópályit Mátészalkával összekötő kerékpárút építését, amely hamarosan szintén elkészülhet.